Szeretettel üdvözöljük a mai előadónkat, Fülöp Józsefet, és valamennyi érdeklődőt. Egy nagyon-nagyon rövid bevezető részeként én annyit mondanék, hogy biztos vagyok benne, hogy nem a vállapját teszi ki az előadó, hanem gondolkodóként van köztünk. És emiatt én a bemutatást, vagy az ismertetést azt azokra a kulcsszavakra korlátoznám, amelyek körül az ő gondolkodói világa fölépül. Ez az animáció, a transzmédia, a filmművészet, a vizuális kommunikáció és a tartalomfejlesztés. Ezek azok a területek, amelyek kutatóként vagy gondolkodóként szembesül. És ugye ennek kapcsán egy talányos, és már itt a pontos értelmét vagy tartalmát többünk által faggatott kifejezés, a design revolúció lesz a mai előadás tárgya, amivel kapcsolatban a tudománykocsma szűzeknek csak annyit mondanék, hogy mindenki, aki valaha megfordult a felsőoktatásban, egy olyan pillanatról és egy olyan közegről álmodik, ahol végre nem tanítania kell a szokásos, nem tudom, kurzus, mókus kerékben, hanem ahol érdeklődés nyitott el még számára mintegy beszélgetésszerűen fontos gondolatokat fogalmaz meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy most személyesen nem egy kocsma fizikai terében találkozunk, ennek az illúziója, vagy az emulációja megteremthető lesz, és én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas óra, másfél óra elé nézünk, úgyhogy átadom a szót, és mindenkitől azt kérem, aki nem tette volna, hogy kapcsolja ki magát, és csak az előadónkat figyeljük. Nagyon szépen köszönöm Lászlónak a bemutatást. És megmondom őszintén, hogy amikor ez a felkérés engem elért valamikor a tavasz magasságában, akkor elég erősen reménykedtem abban, hogy amikor rám kerül a sor, akkor valóban ismét már egy kocsmai környezetben, vagy legalábbis fizikai együttlét mentén tudunk majd közösen gondolkodni, meg eszmét cserélni. És hát ez nem egészen így alakult, amit őszintén sajnálok, mert nagyon megragadó az a közeg, az a szellemi és az a történelmi közeg, ami közegre jellemző, és ami így a IS-nek egy sajátossága, úgyhogy ez most nekem nagyon hiányzik. A másik, hogy köszönöm szépen a személyes bemutatkozást, valóban, amiket itt lehetett hallani velem kapcsolatban, azok az én alkotói és gondolkodói, kutatói terepemnek a főbb jelző oszlopai. És hát megmondom őszintén, hogy elég erőteljes volt bennem a csábítás, hogy ezt az előadást, ezt inkább az én szűkebben vett művészeti környezetemre szabjam, és arról meséljek, hogy mondjuk a film körülbelül 120 éves történetében hogyan lesz az animáció egyre inkább meghatározó mindenfajta más filmes alkotásnak a tekintetében, hogyan veszi át az uralmat, de ezt majd egy másik előadásban fogom elmondani. És a Design Evolúció, ami egy hangzatos cím, és reméltem, hogy sokakban kelthetett adott esetben gondolatokat, vagy legalább egy kérdőjelet, hogy miért a dizájnról beszélgetünk ma, miért azt választottam kiindulási pontnak, annak többfajta oka is van. Az egyik az az, hogy gondoltam, kihasználom annak a lehetőségét, hogy mégiscsak egy lazább kontextusról van itt szó, tudomány a kocsmában. Már megmondom őszintén, hogy én azok közé a szerencsés egyetemi emberek közé tartozom, és vagyunk így pár, akik a művészeti felsőoktatásban vállalnak szerepet, hogy nekünk azért van részünk abban az ideális, vagy ideálisnak leírt szituációban, amikor nagyon tehetséges emberekkel viszonylag kis létszámú körben tudunk együtt gondolkodni, együtt tevékenykedni. Azt hiszem, a művészeti oktatás, hogyha valami az elmúlt 30 évben ennek az egyik felhajtó ereje volt, az pont ez volt, mert hogy a más felsőoktatási területen itt sem arról híres a magyar közeg, hogy vonzó fizetésekkel vagy egyéb megbecsülési formákkal tudná becsábítani az egyetemi oktatókat, vagy az arra a fejüket adó fiatal alkotókat, hanem inkább azzal, hogy egy olyan közösségben, egy olyan közegben tudunk megnyilvánulni, ahol a tehetség az egy elvárás, és annak a otthonias hangulata, hogy
hogy nem sajnáljuk az időt arra, hogy megosztjuk egymással gondolatainkat, és nem 200, 300, 150 fős előadásokat kell tartanunk, hanem 15, 20 vagy akár 3 emberrel beszélgethetünk, az nekünk megvan. Úgyhogy ilyen szempontból igazából otthon sem érezhetném magam, hogyha valóban egy kocsmában ülcsörögnénk. Na, de visszatérve a design evolúcióra és erre az előadásra. Ha valaki azzal az elvárásra érkezett most ide, hogy én egy design történeti előadást fogok itt levezetni, és mondjuk egy ilyen 150 éves időtávban előrehaladva, elérkezve a mába fogom a design különböző szerepét és jelentőségét elmondani, akkor most leszek inkább kiábrándító, mint később. Mert én szeretném egy szabad gondolkodásra felhasználni ezt a kifejezést is. A dizájnt amúgy is nagyon sok másfajta szó összetételben láthatjuk, hallhatjuk, érzékelhetjük nap, mint nap. Úgyhogy azért gondoltam, hogy a dizájnról beszélgetni, mert hogy ennek a szónak az értelmezése, a magyarra fordítása sem annyira egyszerű, többfajta egymást nem gyengítő, hiteles fordítása és megközelítése van. És az én meglátásom az, és a mi egyetemünk közegében az a meglátás általános érvényű, hogy az, amit a design hatósugarának vagy értelmezési tartományának gondolunk, az egy táguló horizontot takar, egyre több dolgot érint, egyre több dolggal van kapcsolatban. Úgyhogy én azt remélem, hogy az előadásnak a végére, amikor a beszélgetés kezdődik, akkor körülbelül elérünk arra a pontra, hogy van fogalmunk arról, hogy amikor a design, mint kifejezés, mint attitűd, mint szakma létrejött, és az attitűd és a szakma a szavakat itt aláhúznám, mert később ezekre lesz utalás, és egy fontos értelmezési kört fog ez majd kirajzolni. Tehát, hogy elérünk arra a pontra, hogy kb. Értjük, hogy miről beszélünk, hogy a design szót halljuk, mire kell gondoljunk, és azt is meg fogjuk talán, hát ha nem is érteni, de valamelyest így érzékelni, hogy a kortárs megközelítése mindannak, ami alatt a dizájnt mi említjük, vagy amivel összefüggésbe hozzuk, az miért fontos, miért érdemel figyelmet, és miért kíván magának egyre több figyelmet. Tehát ezen az előadásnak itt tulajdonképpen az asztalja, és ennek van egy keretes szerkezete, méghozzá a különböző és jelenkorunkban is páros számnál tartó, és az előadás idejét is, elét is megjelölő páros számmal illetett ipari forradalmak adják, mint egy keretet. Tehát a második ipari forradalom közegébe képzeljük el magunkat a 19. század második harmadában, ahol az elektromosság egyre nagyobb teret hódít, és innen elérkezünk a negyedik ipari forradalomhoz, amit mi a saját bőrünkön tapasztalunk, nagyon sok esetben elég erőteljes változásokat indukálva életünkben, más területeket, más tematikákat tekintve pedig szépen lassan, hogy hozzászokjunk, és mint abban a rossz végű mesében, ahogy a békák alatt felforr a víz, és nem veszik észre, hogy tulajdonképpen már nem menekülhetnek abból, amit egyébként eleinte még másképp is kezelhettek volna. Szóval, hogy más folyamatok pedig ilyen lassan érnek el bennünket, de a hatásuk az megkerülhetetlen. A maga a szó olasz eredeti felmenőkkel eredetivel gazdagodhat, vagy büszkélkedhet, ami a rajzolás fogalmát, ennek az igei, vagy pedig a főnévi szerkezetét is lefette. Ez a dizájnyó nevű kifejezés. És hát itt rögtön belecsúszok egy olyan művészettörténeti gyors eszmefuttatásba, vagy inkább egy kocsma szintű emlegetésébe a művészettörténetnek, amikor a klasszikus ókori szabad művészetek és az abból származó különböző művészeti tevékenységek, amik újabb és újabb technológiákkal, újabb és újabb kifejezési formákkal gazdagodtak, míg elékeztünk a kortárs jelenünkbe, abban különböző kifejezések kavarodnak, szabad művészetek, képzőművészet, alkalmazott művészet, iparművészet, kézművesség, díszítőművészet, és így tovább. És hát nem próbálkoznék meg, hogy most egy ilyen kis élő Wikipédiaként rögtön szócikkeket generáljuk, és azokat mondjam el, de érdemes ezeket egy kicsit végig gondolni. Ugyanis azokat a tevékenységeket, amiket ezelőtt 300-400-500 évvel azóta elhíresült és ikonokká merevedett nagy alkotók alkottak, követtek el, azok nagy része megrendelésre, alkalmazott helyzetben születtek meg. Ezeket a szituációkat, ezeket a kontextusokat már rég elfejtettük, csak az alkotások maradtak fent ránk, és nem gondolunk arra, hogy akik ezt alkották, azok, hát hogy is mondjam, elég komoly megrendelési igényeknek és elég komoly üzleti szerződéseknek a mentén tették azt, amit tettek.
legyen ez szó a Sixtusi kápolnáról, vagy más neves ikonikus alkotásokról legyen szó. És hogy aláfelé rendeltség alakult ki, a művészeti ágakban lettek alkalmazott helyzetek, és lettek a szabad művészeteknek továbbra is ékes képviselői, mint a reneszánsz után mondjuk a zeneművészet, vagy akár az építőművészet, annak szerintem a korok változása és lassú alakulása mindig is újabb és újabb lehetőséget teremt, de nézzük meg ezt a dizájn összefüggésében. A dizájnt gyakran fordítják, ma is leellenőriztem csak így a játék kedvéért, Wikipédia szócikkeket és egyebeket felütve, úgy is fordítják, mint ipari formatervezés, vagy formatervezés. Sokan úgy gondolják, az iparművészetnek egy korszerűbb kifejezése a dizájn, és a kettő között egyenlőségelet tesznek. Ha az iparművészetet emlegetjük, akkor rögtön feljön az a kérdés, hogy mi a különbség a kézművesség és az iparművészet között. Hol vannak a határvonalak? És hogyha maradunk a klasszikus dizájn kifejezésnek a szószetételénél, amikor Magyarországon a dizájn szót fordítjuk egyébként nagyon sok esetben, már tervezőként, tervezési folyamatként, a tervezési folyamatok irányítójaként gondolunk egy aktorra, egy alkotó kreatív közreműködőre, tervezőgrafika, divattervezés, tájtervezés, tájalkotás. Tehát nagyon sok esetben láthatunk különböző összefüggéseket, amiknek szerintem a konkrét fekete-fehér meghatározása azért sem túlságosan észrevehető, ezek változóban vannak. De egy picit akkor a 19. századra koncentrálva. Kialakult az iparművészet akkor már jócskán, hiszen azok a különböző újfajta alkotási folyamatok, újfajta technológiák, amik annak adtak lehetőséget, hogy a díszítő művészetből kinőve olyan alkotói életpályák jöjjenek létre, ami nem a klasszikus képzőművészet eszközrendszerét használták, hanem képesek voltak a textiliákkal, különböző más eszközökkel és anyagokkal foglalkozni, abból kialakultak a díszítő művészek, nyilván a kézművesség, mint egyfajta népműves fogalom is a népművészetnek egy fontos része és folyamatosan jelen volt, és az iparművészet is létrejött, aminek nagyon fontos része az, hogy egyedi, egyszerű alkotásokról van szó, amik a reprodukálására adott esetben léteznek technológiák, de nem ez a cél. Nem az a cél, hogy sorozatgyártásban létrejövő alkotásokról beszéljünk, hanem egy-egy alkotói folyamatnak konkrétan meghatározott, és utána pedig funkcióval el nem látott alkotás jön létre. Már itt vannak átfedések, és vannak a funkcionális termékek, mint mondjuk egy falikárpit, vagy egy goblan között sok átfedés, de adott esetben az utóbbiak is képesek aztán önálló életet élve, önálló művészeti alkotásként egyfajta új értelmezési teret kialakítani. Tehát mondhatjuk azt, hogy az iparművészet és a dizájn nem egyenlő. Az iparművészet és a kézművesség sem egyenlő, ugyanakkor a dizájn, mint egyfajta átfogó szemlélet, egyre inkább teret hódít, és az előadásomnak a végén remélem ennek már lesz egyfajta tanúbizonyossága is. De visszatérve a 19. század végére és az ipari forradalomhoz, kialakultak azok az összetevők, egy újfajta technológia, ahogy említettem többek között a villamosságnak a folyamatos alkalmazása, ami az életkörülményeket, a különböző közösségeknek a nagyságrendjét és számosságát alapvetően meghatározta. Létrejött az igény és létrejött a lehetőség, hogy pontosan melyiket indukálta jobban, és melyik volt időrendben sorrendiségét tekintve előrébb és hátrébb, abban most azt hiszem, hogy nem mélyednék el. De létrejött az a fajta alapvetően kapitalista közeg, értékrend, ahol a fogyasztásnak és a tömegek fogyasztási szükségletének a kielégítésére a korábbi manufaktúrákban, kézműves vagy iparművész műhelyben folytatott tevékenység már nem volt kielégítő. Itt egészen konkrétan a hétköznapi szükségleteink kielégítésére utalok, amikor öltözékünkre, tárgyainkra, bútorainkra és azokra a terekre utalok, amik az megélhetésünket és annak a minőségét meghatározták. Tehát, hogy szükség volt arra, hogy kialakuljanak olyan kreatív folyamatok, amelyek képesek bizonyos tekintetben azt a minőséget, ami a hagyományos kézművesség vagy a hagyományos manufaktúrális gyártási metódusoknak a mentén elvárt, elismert és megismert volt, átültetendő azokba az újfajta gyártási folyamatokba, ahol a tömegtermelés, a sorozatgyártás az nem egyenlőséggel, a silánysággal, hanem egy viszonylagos értékelhető és életminőséget meghatározó módon képes igényeket kielégíteni.
Tehát vásárlótömeg, vásárlóerő és megnövekedett igények, és egyben együtt, ezzel együtt rögtön egy olyan effektust is említeni kell, amit növekedési spirálként is definiálhatunk, ami azt jelenti, hogy a 19. század végén a design is annak a ma már láthatóan fenntarthatatlan fejlődésnek egy fontos elemévé vált, vagy inkább annak köszönheti a létrejöttét, amit ma már sokkal kritikusabban szemlélünk, mint ahogy azt elődeink tették. Kérdés az, hogy időben eszméltünk, időben láttuk meg ennek a káros összetevőit is, vagy pedig most már egy másik fajta cselekvési pályán tudunk csak mozogni. Tehát a kialakulása mindennek azt is indukálta, hogy nem csak a gyártási folyamatok, nem csak a termékek előállítása, és nem csak azok megtervezése, kitalálása igényel újfajta hozzáállást, hanem azoknak a tehetségeknek az oktatása is, akik úgy képzelik el kreatív képességeknek a kamatoztatását, hogy butorokkal, belső terekkel, öltözékekkel, tárgyakkal, használati eszközökkel, járművekkel és mindenfajta más eszköznek a megálmodásával foglalkoznak, ami a 20. századba fordulva egyre inkább elengedhetetlen szükséglete lett. Legalábbis annak a részének a földgolyónak, amit fejlődő vagy nyugati civilizációnak nevezünk el. Ugyanakkor mindegyikünk jól tudja, ez is egy közhelyszerű megállapítás, de hát egy ilyen kocsmai hangulatban talán ezek sem elítélendőek, hogy a 20. század fordulója az nem csak a művészetnek, nem csak a különböző alkotó kreatív tevékenységnek volt egy nagyon termékeny közege, hanem a különböző utópiáknak, társadalmi és hát mondjuk ki politikai utópiáknak egyaránt. Érdekes ez az együtthatás, mert hogy ezeknek a különböző kapcsolódási pontjai az végigkísérhető a dizájn kapcsán is. Így beszéltünk arról, hogy hogyan lett például a későbbiek során a dizájnnak bizonyos fontos része, mondok itt a vizuális kommunikációra, vagy ehhez kapcsolódó tervezőgrafikára, látványtervezésre, hogyan lettek bizonyos politikai mozgalmak erőteljes felhasználó és nagyon tudatos alkalmazói ezeknek a készségeknek, ezeknek a képességeknek, hogyan volt megtervezve, hogyan volt megkoreográfálva az egyenrő a legkisebb részletétől a hatalmas tömegrendezvényekig a politikai skála mind a két szélső oldalán, mindaz, amit ennek köszönhetünk, hogy ezzel megtapasztalhattunk. Ezzel ezt az ábrát be is zárnám, mert egy külön előadásnak lehetne a témája, csak így említeném azt is, hogy a dizájnnak, mint egy olyan 20. századi történetnek, aminek a folytatása az a mi korunkban is, ahogy említettem, nagyon nagy jelentőséggel bír, hogyan voltak olyan ányoldalai, ami nem térnék ki, másokat többet fogok még emlegetni mai nap folyamán, hogy még egy politikai terminust és még egy furcsa szóösszetételt említsek, kicsit előre utalva, például a dizájn kapitalizmust említve. De térjünk vissza még a századfordulóra. És térjünk vissza a művészetekre, a kreatív területre. A különböző izmusok, a különböző avantgard művészeti gesztusok, újfajta kifejezési formáknak a létrejötte, fotográfia, aztán maga a filmművészet, annak a művészi attitűdnek a változása, ami a zeneművészettől kezdve a különböző vizuális ábrázolási módokat mind-mind megérintette, egy fantasztikus tárházával találkozunk a századfordulón, vagy a század első éveiben, aminek egyfajta kiábránduló, lezáró szakasza volt aztán az első világháború. És ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, létrejönnek azok a képzési formák, azok az újfajta iskolák, ahol adott esetben a hagyományos képzőművészeti akadémiákról leválva létrejönnek új iskolák, új oktatási metódusokkal, és újfajta technológiákkal, újfajta alkotási módszerekkel. Annak az egyetemnek, aminek én a rektora vagyok ebben a pillanatban, a Móri Nagy Művészet Egyetem, amit még valamikor az 1880-as években az alapító okirat szerint, lehet, hogy most nem pontosan fogom idézni, de királyi, diszítő országos rajztanoda volt, ami egyébként a Magyar Képzőművészeti Akadémiából vált ki, abból nőtte ki magát, és aztán most már 141. évünket kezdtük el. Tehát mi is egy olyan intézmény vagyunk, ami a 19. század végén annak a korszellemnek a mentén jött létre, amikor azt érzékeltük, hogy szükséges az a fajta újfajta oktatási metódus, ami meghagyva a jelentőségét és a maga önálló mozgáspályát a kézművészeti akadémiáknak, később főiskoláknak, egyetemeknek, szükség van arra is, hogy létrejöjjön valami, ami azt az igényt elégíti ki, hogyan tudunk kreatív alkotókat a különböző tömeggyártásnak, sorozatban jó minőségben elkészíthető tárgyaknak, termékeknek a mentén kinevelni. Ebben többfajta iskola, többfajta rendszer, többfajta attitűd volt, élen jártak a brittek,
és a németek eszméket is cseréltek egymással, a különböző szakmai szervezetek, céhek látogatták egymást, a világkiáltásokat kéne emlegetni, a különböző fantasztikus, a kor szellemét meghatározó ipari, technológiai újításaival, ahol egyre inkább szerepet játszott az a formaalkotó magatartás, ahol a tartalomhoz formát és annak megfelelő funkciót találva jöttek létre újabb és újabb eszközök. Maga az autó, maga a fényképezőgép, maga a gépírógép, és olyan sok minden mást említhetnénk, ahol egyesülnie kellett a kreatív alkotók készségnek, annak a tudásnak az integrálása, hogyan tudunk az anyaghasználatnak, az anyag megművelésének és a gyárthatóságnak, a sorozatgyártásnak megfelelő metódusokat találni, és mindehhez valamilyen módon a funkciót hozzárendelni, úgy, hogy az ergonómiailag a felhasználónak a különböző körülményeit és figyelembe véve jöjjenek létre megfelelő alkotások. Aztán így ikonikussá vált tárgyak az egész 20. században nagyon sokat lehetne így emlegetni. És hogyha már iskoláknál volt szó, akkor nyilván nem meglepő, hogy a következő említendő fordulat az 1919 a Bauhaus megalakulása Weimarban, aztán utána a dessaui korszaknak az említése, ami egyébként érdekes ütköző pontja volt különböző szemléleteknek, különböző filozófiáknak. A Bauhaus egyáltalán nem volt olyan homogén, és a kezdetektől fogva egy irányba mutató eszmerendszer, vagy akár oktatási filozófia. Nagyon sokfajta meglátás, különböző attitűd és motiváció volt, ami ott az egymást váltó igazgatók alatt voltak így vagy úgy meghatározó pozícióban. Én Gropiust, Walter Gropiust említeném, aki a Dessau költözésnek és az első Dessau éveknek és az ikonikus Bauhaus épületeknek a megszületése mellett bárbáskodott, és neki köszönhető, hogy a mi névadó Molnagy László is a Bauhaus egyik meghatározó tanárává vált. És velük együtt egy attitűd is meghatározóval vált, ugyanis a háború szenvedései és mindannak a kiábrándító tapasztalása után, ami megmutatta azt, hogy a tömegtermelés az mennyire tud silánnyá válni, amikor a háború szenvedései és a különböző gyártási folyamatoknak a nyersanyagellátottsága és egyéb terhelő körülmény rendszere a tömegtermelés a silánysággal tették egyenértékűvé. Nagyon erős volt az a hang, a Bauhaus majd visszatérni a természethez, visszatérni a kézművességhez, hátat fordítani mindennek, ami ipari. És egy olyan idilli állapotot hozni létre, aminek a szigetszerű megvalósítása valószínűleg nem lett volna kérdéses, de annak a fenntarthatósága, vagy annak a hatása azokra a fejlődési folyamatokra, mert aztán a 20. századnak a sajátja lett, az már bizony eléggé megkérdőzhető, és ezért volt nagy szerepe Gropiusnak és Molinak ismertők ezzel szemben, vagy emellett azt a szemléletet fogalmazták meg, és hirdették, és a gyakorlatukban is ezt, hát hogy is mondjam, igazolták, hogy a művészetetnek a technológiával, a tudományokkal kell együttműködést kezdeményeznie, mert a 20. század fejlődési irányai, és akkor mi nem tudhatnánk, de a 21. század kihívásai, ezt erőteljesen igénylik. És így vagy úgy, de ez egy megkerülhetetlen konvergencia, amit egyébként a Bauhaus idejében, sőt később túlságosan nem vált a hétköznapoknak a részévé, de hát akkor lettek ezek a gondolatok, ez az eszmeiség megfogalmazva, és ennek a szellemi műhelynek, amit Bauhausnak hívunk, hogy a mai napig ilyen erős hatása van, és ennyi erős hivatkozási pontot képez, az ennek köszönhető. Hogy képesek voltak ezt a fajta értékrendet, és ezt a fajta párhuzamosságot, vagy egymás utaltságot, ami 20. század végén, amikor azok az kifejezések, hogy multidisziplinizmus vagy interdisziplinista gondolatok és működés egyre inkább megkerülhetetlen vált. Szerintem a művészetek, a kreativitás, az alkotói attitűd szempontjából a Bauhaus magasságában, a Bauhausban fogalmazódott meg. És hát ez egyfajta mintájává vált a 20. századi művészeti oktatásnak, és egyre több intézmény, Európa szerte, aztán az észak-amerikai kontinensen, és aztán szépen a többi kontinens is megvalósultak, és létrejöttek a design oktatásának ilyen-olyan feltételei, és az ilyen-olyan feltételeket mindig is alakították az újabb és újabb technológiai változások, az újabb és újabb is technológiai lehetőségek, amik újabb ipari terméketnek kellett, hogy megfelelő arcot, nem csak arculatot, hanem a használatosságát tekintve is egy megfelelő kontextust teremteni. És hát, ahogy elmegettem,
Ezek a bizonyos politikai utópiák is ennek a 20. század első félnek erőteljes meghatározói voltak, és ezek a hatások aztán ugye sajnos megint egy világégésben sűrűsödtek össze. És a második világháborúnak a különböző eszközrendszer, ami hát a repülés technológiájában, a közlekedésben, és hát mondjuk ki a fegyverek kialakításában megint egy erőteljes mérnöki és hát egy dizájneri szerepet megköveteltek. A második világháború után pedig kialakult a dizájnkapitalizmus, aminek gyakorlatilag többfajta megközelítése lehetséges. Én inkább most ebben a beszélgetésben azt tartanám aláhúzandónak és említendőnek, ami úgy értelmezi, ugyanek a kifejezésnek értelmet, hogy a dizájn, mint a kapitalizmus, mint a fogyasztás, mint a konzum, hogy is mondjam, társadalmi jelenségeknek a kiszolgálójává vált szépen lassan. Hiszen a második világháború után, amikor rendeződtek a gazdasági és hát ilyen-olyan módon a társadalmi viszonyrendszerek, a fogyasztás fellendítése és azoknak a termékeknek a piacra bocsájtása, amik azt egymással versenybe próbálták a fogyasztók érdeklődését és pénztárcáját, hogy is mondjam, megfelelő közelségbe húzni, abban a design egy ilyen eszközé vált, ahol a marketinggel, később a vizuális kommunikációval, a sales-es piaci magatartással nagyon sok tekintben segítették ezt a folyamatot. A csomagolás tervezése, a reklámoknak az elterjedése, ami aztán egyre inkább a nyomtatott sajtóból és a plakátokból átterjedt a filmre, a televíziózásra, a mozgóképre, a különböző audiovizuális eszközökre, mind-mind azt erőltették, hogy a fogyasztás fellendítése és annak a kiszolgálása, hogy egy-egy profitorientált vállalkozásnak hogyan lehet a leginkább optimalizálni a gyártási palettáját, termékpalettáját, hogyan lehet nem tekintettel arra, hogy egyébként milyen vásárlói szokások, vagy milyen tradicionális, humánus igényeink vannak, a tömegtermelésnek, az egyre inkább városokba koncentráló populációnak a kiszolgálására szolgált. És a 40-es évektől kezdve ez egy meghatározott trendé vált, mondhatnám, hogy szinte napjainkig. De hogy minden trendnek, ennek is megvoltak aztán a vadhajtásai, meg egyfajta ellenmozgásai. Vadhajtásként említeném például azt is, bár sokan lesznek, akik ezzel gondolom vitatkoznának, vagy akik ebben érintettek, alapvető értékeket kérnének rajtam számon, hogy miért negligálom ezeket. De azért teszem, mert hogyha megint egy kicsit egy ilyen szócikk szerint szeretnék fogalmazni, a dizájnnak Magyarországon az értelmezési körében nagyon erőteljesen jelen van egyfajta luxus cikk és a dizájn összekötése. Tehát, hogy nagyon csúnyán alakult a magyar szóhasználata például az, hogy valami meg van dizájnolva. Ami mit jelent? Az azt jelenti, hogy egy termék, legyen az egy karosszék, vagy legyen az egy karóra, az valami olyan a klasszikusan eltörli formát képes magára ölteni, ami előtt a megszokottól, ezáltal egy piaci figyelmet, egyfajta jól marketingelhető plusz értéket fogalmaz meg, és ezáltal képes abban a versenyben, amit a vásárlók kegyeit folytattak a gyártók és forgalmazók, előnyre szert tenni. Ennek egy másik fajta, amikor luxus cikkeket olyan anyaghasználattal, olyan felhasználási körülményekkel, ami nem az átlagembernek a lehetősége, a dizájn elemeivel képesek olyan formai és egyéb tulajdonságokkal felruházni, mintha az luxus terméké válik. Tehát, hogy van a dizájnnak egy ilyen rossz konnotáció, hogy ez biztos, hogy valami luxussal összeköthető, vagy valami olyasmi, ami egy ilyen fából vaskarika, és hétköznapi ember számára egyáltalán nem megfogható, és fölöslegesen azért pénzt ki nem adó, hogy is mondjam, magatartást jelent. Holott az, hogy sorozatban gyártunk egyébként az asztalunkra terítéket, tehát különböző porrakat, tányérokat, evőeszközöket. És vannak olyan evőeszközök, amik mondjuk gyémántal és nemesémből készülve jutnak el az asztalra. Ez mind a kettő dizájn termék. Csak az egyik egy luxus attitűddel, a másik pedig a nagy kapacitással, kis ráfordítással, jó esetben megfelelő minőség ellátott tömegtermékeknek a mentén értelmezhető. Egy kis anekdótával színezem ezt a furcsa jelenséget. Mondom, az 50-es évektől lett egyre inkább tetten érhető. Finnországban tettünk látogatást az Ittala nevű cégnél, akik talán ismerősnek hangzik ez a név, vagy jól ismerik, de akiknek nem, azoknak elmondom, hogy ez egy különböző
díszítő tárgyakat, de ahogy említettem, étkészletet, vagy különböző tányérokat, vázákat is gyártó cég, és ezt a céget a különböző, hát hogy is mondjam, tőkés mozgások mentén a Fiskars nevű vállalat megvásárolta, meghagyva egyébként az Ittala brandet. A Fiskars annak a cégcsoportnak így a tulajdonosa, ahol az Ittala és más hasonló, úgymond luxus termékeket is előállító cégek egy ernyő alatt működnek. Amikor én az Ittala marketing igazgatójával beszélgettem, az ő bemutató termékben, ahol éppen Álvar Áltó, a neves finn építész által tervezett 20-as években megálmodott vázát továbbra is hozott termékként, de limitált, hogy is mondjam, piacabocsátással egyfajta design luxury termékként árulják, akkor azt mondta, hogy a Fiskars ugye az anyacég, de a design termékeket azt az Ittala állítja elő. Tehát az ő szóhasználatában is a design és a luxus, a design és a magasan egyfajta vásárlói igényt, nem mindenki számára elérendő árszabással ellátott igényt ki tudja elégíteni. És akkor kérdeztem magamban, hogy a Fiskars olló, arról volt híres az 50-es, 60-as években, hogy képes volt balkezes embernek egy ollót megfelelő ergonómiai módon kialakítani, és ezáltal a színkóddal megy, mert én csak egy alapvető design kommunikációs eszköz, ugye az okkelsárga olló az a jobbkezeseknek való, a piros színű, vagy inkább ilyen koránszínű az a balkezeseknek való. Ezzel nekünk, amikor mi a dizájnnal megismerkedtünk a 80-as években az iparművészeti főiskolán, akkor még így nevezték, az volt az egyik alapvető a design attitűdjét, a design felelősségét megmutató jó példa. Látható, hogy vállalatvezetők, vagy vállalatoknak az irányításával foglalkozók nem egészen ebben a szóhasználatban, nem egészen ebben az értékrendben nőttek fel, és számukra a design az egy hozzáadott értéket képes luxus termékek mentén generálni. Na, visszatérve az anekdótát befejezve, a 60-as évben születtek azok az első manifestumok, érdekes módon tervezőgrafika területén jelent meg ez először, hiszen a tervezőgrafika volt az a leginkább a reklámoknak, a kampányoknak kitett ágazata a különböző tervezői ágazatoknak, akik megszólaltak és azt mondták, hogy ez így nincsen rendben, hogy nincs az rendben, hogy a design, akár legyen ez vizuális kommunikáció, tervezőgrafika, akár legyen más ágazat, az a kapitalizmusnak, a tőke felhalmozásának, a profit hajszálásnak legyen az eszközrendszere. És felhívták a tervezőket, hogy ennek mentén fogalmazzák meg a saját kiállásukat, és fogalmazzák meg ezt az elhatárolódásukat. Persze ez a 60-as években ennyire lehetett sikeres, az egy jó kérdés, hiszen akkor egyáltalán nem volt lehetőség arra, egy designernek legyen az tervezőgrafikus vagy ruhatervező, hogy mondjuk ebből a mókuskerékből kiszálljon. Aztán a következő név, akit említenék, nagyon sok nevet nem fogok emlegetni, de azért mégiscsak egy-két tervezőt, ahogy Mollit is emlegettem, említenék, és a következő Viktor József Papanek, aki 1923-ban Bécsben született, aztán a II. Világháború körülmény rendszerére való tekintettel emigrált hazájából, és az Egyesült Államokban élte le életét, 1998-ban távozott el tőlünk. Ő lett az egyik olyan designer, akit egyébként az MIT alkalmazott professzoraként, vagy a Cooper Union New Yorkban szintén tanáraként köszönthette, aki a harmadik világban tett kirándulásokat, konkrétan Indiában tett tanulmány útjait is, és az ott vállalt megbízásait is feldolgozva, kezdett el publikálni. A Design for a Real World nevű kötete, ami 1971-ben jelent meg, annak az alcíma úgy hangzik, hogy Human Ecology and Social Change, 1971, mondom még egyszer. Ebben tette szóvá azt, hogy az, amit a kapitalizmusnak a mentén terméktervezéssel, fogyasztást ösztönző, fantasztikus csomagolásokkal, incsiklandozó reklámokkal a dizájnerek, hát hogy is mondjam, elkövetnek, azzal nem veszük észre, hogy a világ igazából mire éhes, mivel tudunk ezen az egész folyamaton segíteni, és hol van az a felelősségteljes magatartás, ami a design kapcsán fontos, hogy meglegyen fogalmazva, és ne csak megfogalmazva, hanem a magatartásunkat is próbáljuk ezt igazítani. Nem meglepő módon a 70-es években Papanek megnyilvánulásait és eszmefuttatását sok amerikai egyetemen is éles támadás érte, hiszen azt az alapvető attitűdöt kritizálta, ami egy jól működő, és akkor még a fenntarthatóságát senki által meg nem kérdőjelezett kapitalista fejlődés orientált, vagy fejlődés kényszerrel, ebben a bizonyos növekedési spirálban, a GDP hajszálszásba bele kényszerítve mindenki, hogy is mondjam, ebben a mókuskerékből nem kilátva alkotott véleményt. Tehát, hogy igazából leszámítva mondjuk már akkor is aktivizálandó zöld környezetvédő mozgalmakat, nem lett általános ez a fajta attitűd, és nem lett általános az, amit Papanek megfogalmazott.
Úgyhogy a 70-es években tulajdonképpen elékeztünk arra pontra, amikor még ennek a felívelő ágynak a tárgy, a tárgyak, használati eszközök, tereinknek, viseletünknek a megtervezése, a minket körülvevő képeknek, azoknak a különböző jelentéstartalmának az elkészítése, a képzőművészettől leválva, annak az eszközrendszerét abból folyamatosan merítve, a design, mint egyfajta megoldó eszközrendszer általánossá vált a világban. Megkérdezték pár év ezelőtt, amikor a Design Hét vendégeként egy francia alkotó volt az egyetemünk előadója, akinek a életútjából sokat lehetett látni, sajnos a nevét nem tudom beidézni, mert nem készültem, így nem tudtam, hogy rá fogok utalni, de most eszembe jutott hirtelen az előadás, úgyhogy elnézést a név mellőzéséért. Megkérdezték tőle, aki a személyes munkásságában sok olyan gesztust alkalmazott, mint mondjuk egy szobrász tenne, hogy mi a különbség szerint a design és a képzőművész alapvető magatartása között. Ő azt fogalmazta meg, hogy mind a kettő a világra reagál. Ugyanakkor a képzőművész a reakciójában egy sajátos, személyes válasz fogalmaz meg, ami sokak számára válhat iránymutatóvá, egyfajta világosságot teremtő összefüggésrendszert is, vagy egyszerűen csak egy érzést indukáló gesztusrendszerré, míg a dizájnerek ugyanúgy a világra reagálva nem magukra gondolnak, hanem azokra az emberekre, akiknek az ő munkájuk hatással lesz. Pozitív hatással nyilvánvalóan, vagy mondhatjuk azt, hogy remélhetőleg. Ez a fajta irány az, ami talán különbség, de az eszközhasználat, a kreatív folyamatoknak a különböző intuitív megközelítése, abban nagyon-nagyon sok különbség van, és nagyon-nagyon sok azonosság van, sőt, talán nincs benne különbözőség. És egy képzőművésznek is tisztában kell lenni azzal, hogy amikor az alkotása valamilyen módon materializálódik, tehát hogy létrejön egy tárgy, egy tárgyasult módon lesz, ha csak nem egy concept art megoldásról van szó, ott is nagyon sok technológiával kell tisztában lenni, akár nyomdai sokszorosításról, akár grafikai eljárásokról, akár különböző szobrászati eljárásokról van szó, ahogy a designernek is tisztában kell lenni, hogy milyen gyártási metódusokon fog majd az ő eredeti elképzelése majd megvalósulni. És ennek a mentén ez a fajta különbségtétel, hogy melyik van előrébb és melyik meghatározóbb, én azt hiszem, hogy akkor járunk jól, hogyha megint csak Móli példájára próbálunk meg hagyatkozni, aki nagyon sok tekintetben volt egy olyan képzőművészként felmutatható életútját vizsgálva, aki a különböző újfajta művészeti alkotási formákat, mint a mozgókép, előtt a fotográfia, a fotogram, színes fényképészet, vagy éppen halála előtt egy újfajta anyaghasználat, ami a plasztik anyaghasználat volt, a különböző áttetsző fényre nagyon könnyen vagy hűre nagyon könnyen megmunkálható, de utána pedig nagyon nagy elbírású anyagoknak a felhasználását jelenti. Abban ő élen járt, és egyébként tervezőként például a Parker cégnek tervezett tollakat, sőt, Pullman vasúti kocsikat is tervezett, miközben esténként, meg hétvégente festette azokat a képeket, amik pedig az ő alkotói, hogy is mondjam, krédójának és hát belső mozgató rugóinak volt a megnyilvánulása. Ugyanakkor az biztos, hogy ameddig a képzőművészetben is egyre inkább jelen vannak újfajta anyaghasználatra, újfajta megközelítéssel, példát adó művészi karrierek, abban a dizájnban az egyetlen meghatározás, a technológia változása az nagyon sok mindent indukál. A filmművészetet hagy hozzam fel itt példának, mégis csak az én klasszikus területemet beemelve ebbe a kis beszélgetésbe, ott pedig azt kell megjelöljem, hogy nagyon sokat elmezik azt, hogy egy-egy rendezőnek mondjuk a képalkotó módszere, a komponálási attitűdje, legyen az Bergmanról szó, vagy legyen az mondjuk Fellini, milyen izgalmas megoldásokat tartalmaz. És ilyenkor nagyon sok vagyunk elfedkezni arról, hogy a filmművészet fejlődésekor a technológia fejlődése mennyire meghatározó volt, mert egy kamera még a 20-as években adott esetben hát megmozdíthatatlan volt, és több ember kellett, hogy ezt áthelyezzék, és újfajta beállítást kialakítsanak, ami után a kamerák fejlődésével a kézbe vagy várra vehető eszközökkel sokkal többfajta komponálási lehetőség nyílt meg az alkotók előtt. Tehát a technológiának a változása mindig is indukált egy újfajta alkotói kreatív magatartást, akár magas művészetről, alkalmazott művészetről, képzőművészetről, filmművészetről vagy dizájnról beszélünk. Technológia.
Nagyon sok esetben a technológia az a hadipari fejlesztéseknek a mentén csorog le a különböző iparágakba, és aztán előbb-utóbb elér majd arra a területre is, amit kreativitással, művészetekkel foglalkozóként mi is átélünk, hogy aztán alkalmazzuk őket. Így volt ez a számítástechnikával és a különböző digitális megoldásokkal, és így érkezünk el a negyedik ipari forradalomhoz is. Meghatározó az az élmény, amikor a virtualitás egyre nagyobb teret hódít, ahogy ennek a kocsmai beszélgetésnek is, hogyha egy virtuális eszközrendszeren keresztül adunk lehetőséget, és hogy ennek a különböző alkotói folyamatoknak milyen hatása van, annak szerintem már egy nagy részét megízleltük a 80-as évek különböző digitális eszközeinek a használatától, egészen addig, amikor manapság arról beszélgetünk, hogy a mesterséges intelligencia, a magukat folyamatosan fejleszteni képes algoritmusok, azok hogyan képesek bizonyos tekintetben olyan alkotói teljesítményeket leutánozni, vagy szintén magukkinak tudni, amit egyébként el nem tudtunk volna képzelni a korábbi lehetőségeknek a mentén. Úgyhogy a következő fordulópontot azt a 90-es évek és az ezredfordulónak a mentén próbálnám meghatározni, amikor az internet, a digitális kommunikáció nagyon sok mindent átalakított. Leginkább persze ez azokban a szektorokban jelentkezett, a hadipar és a különböző mondjuk autóipari alkalmazások után, ahol mondjuk, nevezzük ezt nevén, a zeneiparban megváltozott a zenei alkotásoknak a rögzítése, forgalmazási, eladhatósági rendszere. Ugye bakelit lemezek indulunk a 70-es években, 80-as években jönnek a CD-k, és aztán a 90-es évek végére a CD-k is eltűnnek, és az újfajta file formátumokban, digitális formátumon, digitális eszközrendszeren és digitális szolgáltatási metódusokon keresztül megy el az alkotás, az alkotótól különböző lépcsőfokokat beiktatva a felhasználókig, akik egyébként egy zeneművet szeretnének meghallgatni. És itt jön egy nagyon érdekes folyamat, amikor rámutatnék a design egy újfajta, megfogalmazására, vagy tetten érhető tevékenységére. Amikor nem arról van szó, hogy mi egy tárgyat, egy használati eszközt tervezünk meg, hanem arról van szó, hogy az összes komponenst figyelembe véve egy folyamatot, egy szolgáltatást, vagy egy élményt tervezünk meg. Itt az Apple-t emlegetném, ahol tulajdonképpen elmondhatnám azt is, hogy ők a zenei forgalmazásba beszállva hogyan voltak képesek a különböző eszközeikkel nem csak egy újfajta kütyüt a zsebünkbe tenni, hanem újfajta zenei fogyasztásnak az igényét felismerve újfajta üzleti modelleket kialakítani. Azzal, hogy zenei albumok kiadása helyett hogyan lehet egy-egy darabot, egy-egy mű részletét, vagy popzen esetében egy-egy dalt megvásárolni, és a felhasználó élménynek a saját kézbevételével annak a megfelelő szerkesztési módját mindenkire rábízni, akinek az eszköze kezében van. Egyfajta digitális szolgáltatást kialakítani ezzel. Mint aztán azóta már meghaladott a technológia, meg az újfajta szolgáltatási metódusok, most már nem dalokat vásárolunk, hanem a stream szolgáltatóknál tudunk összegyűjteni különböző tracklisteket, és ott hallgatjuk a különböző, akár klasszikus, akár popzenei alkotásokat. De maradva az Apple-nél, az iPhone-t sokan emlegetik, mint egyfajta kor tünet, én is ezt megtenném. Ugyanis sokan úgy gondolják, hogy az iPhone design perspektívából tekintve, mint egy tárgy, mint egy használati eszköz, mint egy újfajta interfész említendő. Igen, ezek mind jelentős megközelítések, jelentős produktumok, jelentős teljesítmények, de én azt gondolom, hogy az iPhone, mint egy design termék nem itt igazából korszakalkotó. És itt megint a szolgáltatás tervezés, vagy terméktervezés, vagy digitális élménytervezés kapcsán szeretnék erre rámutatni. Akkor, amikor az Apple fejlesztői Steve Jobs elkezdtek gondolkodni ezen a terméken, akkor mindaz a technológia különböző cégek termékpalettáján, vagy a különböző ipari szolgáltatásoknak a palettáján már jelen volt. A Nokia telefonüzletben, a Samsung az érintőképernyővel, és a különböző internet szolgáltatók a maguk szolgáltatásaival készen álltak arra, amire készen állt már akkor a megfelelő sávszélességet is biztosító internet technológia, hogy egy újfajta integratív eszközt hozzanak létre. Ez az Apple-nek jutott az eszébe. Tehát igazából az Apple-nek a teljesítménye nem abban mérhető, hogy mennyire szép lett ez a tárgy, amit telefonként ismertünk meg, vagy az okostelefonoknak egy archetípusát képes volt meghatározni. Nem csak abban, hogy milyen ikonrendszert és milyen
könnyen felismerhető szolgáltatási funkciókat rejtett magába, hanem elsősorban abban, hogy különböző szolgáltatásokat integrált, és kialakította azt a fajta vásárlói elvárást, ami ennek az eszköznek a hatalmas piaci felfutása igazolt. Bárki megkérdezett volna egy marketinges szakembert valamikor a 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek elején, hogy szüksége van arra egy felhasználónak, hogy egyszerre fotografáljon, zenét hallgasson, interneten kutakodjon, különböző oldalakat nézegessen, e-maileket küldözgessen, vagy egyéb más szolgáltatásokat egy furcsa, újfajta felhasználói környezetben igénybe vegyen, akkor valószínűleg nem megesett volna a válasz. Hogyha erre tudományos vagy különböző szélszes felméréseket indítottak volna, akkor sem biztos az eredmény azt indukálta volna, hogy egy nagy kapitalizáció cég ebbe belevágjon. Az Apple nem várt ezekre. Steve Jobs, azért nevezhetjük őt egy korszakalkotó elmének, mert képes volt egyfajta dizájnnel szemletet elsajátítani, bár önmaga nem volt formatervező, nem volt tárgyalkotó, tehát nem volt klasszikus értelemben dizájner, de felismerte azt, hogy a különböző technológiai lehetőségek, egyfajta felhasználói magatartás, hogyan tudnak egymással találkozni, és hogyan tudnak indukálni egy olyan virtuális, olyan újfajta digitális eszközrendszert és szolgáltatási rendszert, ami ezt azóta meghatározóba vált a mi korszakunkban. És ennek a korszaknak az a fajta másik fontos, hogy is mondjam, nem vívmánya, hanem jellemzője, hogy az emberek kommunikációja egyfajta irányított, felülről lefelé, kapitalizáció által meghatározott, ha tetszik, profitorientált disztribúciók mentén, vagy azokat felváltva kialakultak azok a mozgalmak is, amik arra tettek már kísérletet, hogy ne a nagy cégek kommunikációja, marketing stratégiája határozza meg egy-egy terméknek az értékét, a termékhűséget, hanem a valódi felhasználói élmény és a felhasználói érték. Kialakultak a no-logo, a no-brand mozgalmak, ami 60-as évek már említett, hogy is mondjam, ellenkultúrájába adtak egy új lendületet, amikor arról volt, hogy a dizájn szabadítsuk fel a kapitalista rabszolgás sorsából. Viktor Papanetnek a gondolatait újfajta reneszánszra kerültek az ezredfordulón, ezáltal megszedtek azok a kifejezések, amikor arról beszélgettünk, hogy inkluzív vagy bevonó design, közösségi tervezés, hogyan lehet egy-egy közösséget meghatározó termékkel, az ő életüket meghatározó terekkel úgy bánni, hogy ne csak egy tervezői vagy beruházói magatartás ebben a meghatározó, hanem annak a közösségnek a megfelelő artikulációval emelődjék be a folyamatokba, a tervezési folyamatokba az elvárásrendszerük, az életminőségük kapcsán megfogalmazott igényrendszerük, és legyenek ők is annak a kompromisszumokkal sokszor terhelt folyamatnak, amikor különböző paramétereket kell egymáshoz illeszteni, a megtérülés, a fenntarthatóság, a környezeti elvárások, az adottságok, a különböző egyéb paramétereket, hogyan lehet úgy mégiscsak egyfajta összefésülés mentén egy élhető és fenntartható eszközrendszert vagy infrastruktúrát kialakítani, ami az ő részük lesz, vagy az ő életminőségüket fogja majd befolyásolni. Innentől kezdve, a 2000-es évek első évtizedétől kezdve azok a kifejezések, hogy felhasználó élmény, vagy élménytervezés, az egyre inkább beleívódott a különböző nagy cégek marketing stratégiájába is, és ezáltal a dizájnnak ez az újfajta gondolkodásmódja az meghatározóvá vált. Innentől kezdve a design thinking, a design alapú gondolkodás, ami egyre inkább nagy cégeknek a csapatépítő vagy termékfejlesztő magatartása, aktivitása mentén tettemérhető, az egyértelműen egyfajta megkerülhetetlen eszközé vált. Ezáltal egyébként megint csak egyszerre volt lehetőség arra, hogy úgymond a dizájn kibújjon a kapitalizmus igája alól, ugyanakkor a dizájnnak az új attitűdjeit, az új meglátásait igenis alkalmazzák azok a cégek, akik abban érdekeltek továbbra is, bár lehet, hogy PR kommunikációban már más és fenntarthatóság mellett elkötelezett mondatokat hangoztatnak, de azért a gyakorlat azt mutatja, hogy mindig az a bizonyos növekedési spirálból mi mindig nem tudtunk kiszállni. Ezáltal az a fajta szemlélet, amit a Bauhaus is megfogalmazott, hogy egységben kell tekinteni embert, embernek a környezetét, és azoknak a különböző attitűdöknek az együttes hatása, vagy együttes szereplése, hogy egy egészséges szemlélet, fizikai és szellemi jólét, és egy környezetbarát hozzáállás, ez alapvetésé vált. Ugye most már egyértelműen tudunk azzal szembesülni, sajnálatos módon, hogy azok a környezeti hatások, amiket 20. századnak köszönhetően magunknak tudhatunk, olyan visszafordíthatatlan környezeti változásokat indukálnak, aminek nem a megfordítása, hanem valamilyen módon a túlélése lehet a cél. Ami megint a dizájnnak egy újfajta
eszközrendszert, meg kihívást és feladatokat és felelősséget is ad. Ennek mentén az általános megközelítés a körkörös gazdaság, ahol arról van szó, hogy nem lehet már új terméket tervezni, hogy annak az életciklusa cinikus módon direkt, gyorsan legyen előrehozva, hogy új termékvásárlás ösztökéljük a vásárolt tömegeket, hanem úgy kell létrehozni termékeket, hogy azok, hogyha a termékciklusuk végére érnek, magyarul már nem lehet őket használni autóként vagy mosógépként, annak az anyagfelhasználása ne egy szemét dombot növesszen, hanem egy másik terméknek a kiindulási pontja legyen, tehát lehessen újrahasznosítani a termékeket. Ennek a fizikai anyaghasználata és a szemlélete talán még fontosabb, amikor arra gondolkodunk, hogyan lehet olyan megoldásokat, ami az élelmiszeriparnak, a fashion businessnek és mindannak a megszokott, hogy is mondjam, hatalmas ráfordítása, hatalmas profitot, ugyanakkor hatalmas tömegű, kezelhetetlen hulladékot termelve, hogyan lehet ezeknek a mentén váltva ezeknek az üzleti modelleknek a hajhászásáról új dolgokat kitalálni. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy szépen hangzó igény vagy vágy, de igazából nincsen jelentősége, akkor erre két példát mondanék. És itt hoznám be azt a másik elhírhetett Móli nagy idézetet, amikor azt mondta Móli, hogy a dizájn ez nem egy foglalkozás, hanem az egy attitűd, egy magatartásforma, amit mindenkinek el kell sajátítani, aki érdekelt abban, hogy a világunk fenntartható, vagy egyfajta jobb helyé váljék. Ezt úgy lehetne értelmezni, hogy tulajdonképpen manapság már azoknak a technológia változásnak köszönhetően, amikor sokkal könnyebben tudunk kommunikálni egymással, sokkal könnyebben tudunk létrehozni olyan műveleteket, ami korábban nagy elosztórendszereknek és monopól helyzetben létező vállalkozásoknak a kikerülése nélkül nem volt megtehető, azonnal sem megtehető. Startup cégek azzal váltak hírhessé az elmúlt 5-10 évben a különböző banki technológiák alkalmazásával, hogy pénzt lehet utalni bankok, hogy is mondjam, bankszámlák alapítása nélkül. Tehát ki lehet kerülni azokat a nagy elosztó rendszereket, ahol intelligens, okos, adott esetben környezetbarát megoldásokkal lehet előrébb menni. Mólinak a mondása, ez a bizonyos attitűd, ez azt is magával hordozta utolsó művében, a Vision in Motion-ben, ami a 40-es évek közepén jelent meg, hogy ő azt jósolta, az volt a meglátása, hogy a dizájnerek felszabadulnak a kapitalizmus meghatározó, hogy is mondjam, befolyása alól. Mit értett ez alatt? Azt értett ez alatt, hogy amit szerintem manapság már kezdünk megélni, hogy egy dizájnernek, egy felelősen gondolkodó, kreatív, alkotó, tervező elmének, hogyha lát problémákat maga körül, akár környezeti, akár más problémákat, nem feltétlenül kell már arra várnia, hogy egy megrendelő, egy megbízó, egy mecénás tőle terméket rendeljen, tőle megoldást rendeljen meg, és azért fizetséget adjon. Hanem ha más nem, különböző közösségi megoldásoknak az alkalmazásával, akár legyen ez crowdfunding, vagy legyen ez más megoldás, dizájnerek képesek felhívni a figyelmét nagy tömegeknek arra, a social media lehetőségeivel, az internet különböző kommunikációs eszközeinek a bevetésével, hol vannak problémák, akár az óceánok elszennyeződése, akár mások kapcsán, és nem csak felhívják a figyelmet, hanem rögtön megoldásokat, különböző alternatív megoldásokat mutatnak meg, annak mindenfajta aspektusát kidolgozva, és kérve azokat, akik ebben látnak felelősséget, és van lehetőség ennek a támogatására, hogy áldozzanak erre. Nagyon sokan konkrét mozgalom, vagy konkrét olyan projekt van, ami így jött létre az elmúlt 10 évben, és egyre meghatározóbbá válik. Építészek nem feltétlenül azzal foglalkoznak, hogy különböző ingatlan beruházások mentén képzeljék el a karrierjüket, ahol megint csak annak 20. századi attitűdnek a folyamatos növekedés generáló aspektusának tesznek eleget, hanem azzal foglalkoznak, hogyan lehet újrahasznosítani. Hogyan lehet az emberi teret, az emberi létnek különböző dimenzióit úgy megfogalmazni, ami egy közösségi, fenntartható, felelősségteljes és környezetünket meghatározó magatartásá formálja. Mindezt kifejezve akkor, amikor a világ környezeti változásai, ahogy említettem, adott esetben már megfordíthatatlan folyamatokat indukálnak. És ennek a mentén hogyan vesszük mi azt észre a saját bőrünkön, vagy akár gyermekeink felnövekedésén, vagy kicsit előre tekintve 10-20 évre, hogy mindaz, ami minket követ majd, vagy a mi életünket meghatározó módon fog majd bekövetkezni a 21. században, az milyen hatással van ránk. A dizájnnak egy alapvető attitűdje volt, hogy emberközpontú. Ezt is Móli mondta, hogy nem a tárgy, az ember a cél. Ugyanakkor ezt most már kiegészíthetjük azzal, hogyha csak ember a cél, akkor lehet, hogy valamit rosszul teszünk, hiszen a 20. században a fogyasztáson túl tényleg az ember jóléte volt a cél. És látod, ez hová vezetett. Ma egy felelősség teljes designer attitűd az azt mutatja, hogy az ember úgy lehet cél, hogy közben a planétánk, annak mindenfajta
szereplőjét, velünk együtt utazó útitársait figyelembe vesz, és megpróbál ezeknek a figyelembevételével megoldásokat generálni. Ugyanakkor mi is változunk, és mi is ki vagyunk téve annak a furcsa attitűdnek, ami egy ilyen 21. századi science fiction, ahol talán egy emberöltőn belül tapasztaltunk olyan változásokat, amit korábban több száz év elosztva, szépen lassan, belenőve, belecsiszolódva nem voltak olyan meghatározóak. Ma már az emberi felfogó képesség, az emberi alkalmazkodó képességnek határait feszegetik azok a technológiai változások, amiket körülvesznek. Emlegethetünk olyan furcsa kifejezéseket, mint a transhumán korszak, vagy a poszthumán attitűd. Hát az utóbbi az egy eléggé sötét képet fest arra, hogy a földbolygó az valószínűleg túlél majd bennünket, és mindenfajta újfajta organizmusokkal adott esetben, de továbbra is irulni fog, ameddig a naprendszer él, csak már nem az emberek lesznek a meghatározói ennek az ökoszisztémának. Lehet, hogy így lesz, de ameddig ez a pont elér, addig is biztos vagyok benne, hogy olyan eszközrendszerekkel leszünk, ahogy is mondjam, megáldva, megsegítve, időzőbe téve kisegítve, ami az emberi kapacitásunknak, memóriának, kapcsolódási pontjainak egy újfajta megoldását fogja majd felhozni, és ez is mind olyan kérdéskör, ahol a dizájnerek, a különböző tudománnyal foglalkozó szakemberek, tudósok, a szociológiával, az emberi léttel foglalkozó más kutatók és más tudósok együtt kell, hogy gondolkodjanak, együtt kell, hogy valamilyen módon válaszokat adjanak, mert különben nem tudunk ebben a dologban előrébb lépni. Furcsa módon az üzleti élet erre már adott egy tanúbizonyságot, ugyanis pont az a folyamat, amit az iPhone-nal kezdődött el, ami az elmúlt 20 évben így vagy úgy meghatározóvá vált a mi életünkben, azt mutatja, hogy bármilyen technológia újítás, hogyha nem képes egy olyan hozzáadott értékkel rendelkezni, ami arra koncentrál, hogy az emberek számára érthető, könnyen átlátható, és jobb esetben egy felelősségteljes magatartást is indukáló eszköz lesz, akkor hiába a legjobb technológia, az emberek azt nem fogják használni. Így abban a versenyben, amikor a különböző applikációk egymással próbálnak, egymással licitálva újabb és újabb szolgáltatásokat kínálni, ott már egyértelmű, hogy nem elég egy informatikus, nem elég egy megfelelő gyártókapacitás és ehhez megfelelően rendelt sales és marketing gépezet, kell az az attitűd, ami az embernek a felhasználó képességét, befogadó képességét vizsgálja. De ez az üzletben már egyértelmű. Számunkra az a kihívás, hogy mindaz a tevékenység, ahol valamilyen emberi lét és cselekvés egy kulturális láncszemnek a részeként jelen van, abban hogyan tudunk felelősségteljesen viselkedni, és hogyan tud abban a design meghatározó szerepet vinni, most már nem csak fogyasztás kiszolgálójaként, nem csak annak az előmozdítójaként, hanem annak a felelősségteljes gondolkodásnak és magatartásnak az első számú képviselőjeként, amire szükség van abban a korszakban, amit élünk. Kicsit talán felpörgettem a végét, hogy beleférjek az egy órába, de majd a kérdések és a beszélgetések mentén lesz alkalom, hogy ezekre kitérek, úgyhogy én most itt befejezném az egyirányú kommunikációt, és nagyon kíváncsi vagyok erre való reflexiókra, kérdésekre és beszélgetésekre. Köszönöm a figyelmet!